Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvég legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Három nyíregyházi versenyző utazik a Müncheni Atlétikai Európa-bajnokságra. Három év soproni kitérő után tért vissza a Kékcápákhoz Fazekas Csaba. Új vezetőedzővel és átalakított kerettel kezdte a felkészülést a Fátum nyíregyháza. Reggeltől estig pattog a kosárlabda az NKS bázisán a Szent Imre csarnokában. Augusztus közepén kezdődik Münchenben az atlétikai Európa-bajnokság. A mezőnyben ott lesz három nyíregyházi versenyző is, a gyalogló Helebrant Máté, a magasugró Bakosi Péter és a diszkoszvető Szikszai Róbert. Jó állapotban vagyok, most az utolsó 3-4 versenyeken már 63-64 métert is dobtam. Úgy gondolom, hogy ez az eredmény elég lehet ott egy döntőre, aztán ott majd kiderül, hogy mi lesz. Gyulai Memoriálon fogunk még addig indulni, ott 80 leszünk, nagyon erős mezőny, úgyhogy ez egy jó próbá lesz. Gondolom, figyelted a világbajnokságot és azon belül is a diszkoszvetők versenyét, a döntőjét. Milyen tapasztalatok a szűrtéle? 64 méter kellett a döntőhöz, így azért sajnáljuk, hogy a szövetség nem engedélyezte azt, hogy indulhassunk. Én úgy gondolom, hogy a 12-es döntőt meg lehetett volna fogni, és azért egy VB döntő az jó hangzik. Azt szokták mondani, hogy egy selejtező, teljesen más verseny, mint a döntő. Te hogy készülsz Münchenre? Délelőtt lesz a verseny, fél 10-kor lesz az első csoport, fél 11-kor a második, úgyhogy mindenképpen itthon is úgy készülünk, hogy délelőtt vannak a dobóedzések. Reggel nyilván másabb, teljesen más az embernek versenyeznie, mint délután, de most ezt kell ezt megoldanunk. Helyezést vagy métert tűztél ki magad elé célként? Én inkább most a helyezés lenne fontos. Szerintem, hogy ha 8-as döntő megvan, akármennyi méterrel, az fontosabb, mint mondjuk egy 66 méter. Nem egyedül mész az Európa-bajnokságra nyíregyházáról, ugyanállás szerint a gyalogló Helebrant Máté és a magasugró Bakosi Péter is ott lesz a magyar csapatban. Tőlük milyen eredményt vársz? Mátéval legutóbb is kint voltunk, ugye Berlinbe, ő ott megsérült, őt nagyon jó helyezést érhetett volna el, gondolom, ő is most edzőtáborba készül, szerintem jó formában van. Peti is, hogyha azt ugorja, amit tud, akkor szerintem neki is a döntős helyezés lehet a cél. Két hét múlva kezdődik Münchenben a szabadtéri Európa-bajnokság, jelen áll szint három nyíregyházi atléta, Helebrant Máté, Szikszai Róbert és Bakosi Péter is ott lesz. Utóbbi mekkora megnyugvás egy olyan idény után, ami nagyon jól indult, egy fedett pályás bajnoki aranyérem, de aztán voltak döccenők. Igazából a felkészülés nagyon jól sikerült, ez látszott a fedett pályás eredményeken, Péter fejben is fizikálisan nagyon jó volt. A nyári szezon szintén jól sikerült, jól indult, jó versenyeket nyert, stabilan ugrott 220 cm-t, és erre jött a magyar bajnokság, ahol pont a 216 cm volt azt hiszem a magasság, amikor lecsapott egy nagy vihar, szél, és megzavarta a versenyzőket. Péter egy rosszul sikerült beérkezés után, a térdével fejbe rúgta magát, és így eltört az orra, úgyhogy innentől kezdve szurkoltunk azért, hogy végül is a nevezhető 26 atlétába benne maradjon. Milyen helyen került ki a EB-re? A 24. helyen zárta a kvalifikációt, ami végül is azt gondolom, hogy nem rossz. Ha a jól sikerül a magyar bajnokság, szerintem 15-16. Lett volna. Így végül is úgy készültünk továbbra is, ennek ellenére, hogy a sérülés megvolt, hogy Európa-bajnoki részvétel, tehát nem kezdtünk el versenyezni, amennyire az orra engedte volna, de végül is megérte a szurkolás, egy kicsit izgultunk a vége, volt egy-két érdekes eredmény, de így bemaradt a 26 főbe, úgyhogy végül is résztvevője az Európa-bajnokságnak. 16-án lesz augusztus 16-án a selejtező. Milyen munkát lehet addig még elvégezni? Mennyire tudtok felkészülni? Igazából, amint mondtam, a július hót azt végig dolgoztuk. Egy verseny indult Kassán. Abból a szempontból volt jó, hogy megnéztük, hogy nem ez zavar esetleg a volt sérülése, hogy nem félti az orrát, de vásároltunk egy maszkot, arcmaszkot, amiben tudott ugrani. Úgyhogy semmi probléma nem volt. Jól ugrott, jól mozgott. Most már igazából nem az edzésnek a mennyisége, hanem a minősége az, ami dominálni fog. És ráadásul lesz 8-án a Gyulai Memoriál, ami azt gondolom egy nagyon-nagyon fontos verseny. Miután nagyon jó pontszerző verseny, a következő évi világbajnokság szempontjából ez nagyon fontos. Tehát, hogy ott jól szerepeljen, jól ugorjon, mert úgy szeretnénk, hogyha a hazai világbajnokságra is tudná kvalifikálni magát.
ilyen előzmények után mit lehet kitűzni az Európa-bajnokságra, centiméterekben vagy helyezésben gondolkodtok? Hú, hát ez nehéz, 26 fő indul. Igazából mi azt szeretnénk, vagyis Péter is azt szeretné, hogy a idei legjobbet meg tudná javítani, és hát titkos reményünk esetleg, hogy talán a döntőhöz elég lesz, nem tudjuk. Úgy néz ki, hogy egyen 224 cm, ha úgy van az emelés, azt ha valaki hibátlanul teljesíti addig a magasságot, az a valószínűleg, hogy a 12-es döntőbe be tud kerülni. Én remélem, hogy Péternek ez esetlegesen sikerül. Természetesen, mint minden verseny, bármi megtörténhet, mi azért úgy készülünk, hogy hát ha a döntőbe be tud jutni. Hellebrandt Máté Szlovákiában készül, Szikszai Róbert ezen a héten Tatán van. Ti hol készültök? Mi mondtam, maradunk itthon, miután lesz a Gyulai Memoriál. Egy technika edzésre fog még Pestre felutazni szerdán. Miután a felkészülésünket Dajcs Péter is segíti, volt magasugró országos súlytartó, tehát hozzászoktunk feljárni technikai edzésekre, még ez egy ilyen technikai edzés lesz, és akkor hétfő jöhet a Gyulai Memoriál, ott már én remélem Péter jó eredményt fog elérni. Két visszatérő játékos is elkezdi majd a felkészülést a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks csapatánál. Fazekas Csaba 3 év soproni kitérőt követően húzza fel ismét a kék cápák mezét, Vaskó György pedig egy súlyos sérülés követően már elkezdheti a labdás edzéseket. 3 évet töltöttem Sopronban, nagyon szerettem ott lenni és szerettem is játszani. Évközben megkeresett Ákos és Moha. Tudták, hogy van szerződése még a következő idényre Sopronba, de úgy alakultak a dolgok, és sikerült megegyezni az ottani klubvezetéssel is, és itt is, hogy itt tudjam folytatni a pályafutásomat, aminek nagyon örülök, hogy újra itthon lehetek, és ugye már most elkezdtük egyénileg a felkészülést, 10-én pedig elkezdjük a csapatedzéseket, úgyhogy én nagyon várom a szezont, és bízom benne, hogy azt, amit 3 év alatt tudtam fejlődni az A csoportban, azt itt kamatoztatni fogom, és segíteni fogom a csapatot, hogy minél jobb helyezést elérjünk az idényben. Mi az, amiben fejlődtél? Rádézésre látszik, hogy azért férfiasodtál, erősödtél, játékban milyen fejlődtél? Igazából nagyon fura volt az első évem Sopronban, mert a B csoport és az A csoport között hatalmas a különbség, leginkább, amit is mondta, hogy fizikálisan kellett felnőjek az A csoport mezőnyébe. De az előző 2 évadban, hál' Istennek, sokat a pályán tudtam tölteni Sopronban, és szerintem felvettem a ritmusát az A-csoportnak, és remélem, hogy ezt itt is meg fogom tudni mutatni. Mennyire figyeltett tavaly a nyíregyházi csapat szereplését? Követtem minden mérkőzését, és szurkoltam is nekik, kivéve akkor persze, amikor Sopronnal játszottak, de tényleg örülök, hogy 10. helyet megszerezték, és bízom benne, hogy a következő évadban ezt überelni fogjuk. Ugye a Nyíregyháza tavaly újonc volt az A csoportban, te 3 évet játszottál. Talán azt is lehet mondani, hogy évről évre fejlődik az A csoport, a tavalyi bajnokság egy nagyon erős, nagyon kiegyensúlyozott volt. Milyenre számítasz most? Én mindenféleképpen hasonló erőviszonyokra számítok, mint a tavaly évben. Ugye a Falkó kerete is változott, szóval nem igazán lehet majd azt mondani, hogy egy csapat nagyon ki fog tűnni a többi között. Szerintem nagyon erős idény lesz, és minden csapatnak meg kell tennie a maximumot, hogy minél jobb helyezést érjen el, mi is ezen leszünk természetesen. Az elmúlt év decemberében ért utol minden sportoló rémám és súlyos térsérülés. Hogyan telt el ez az elmúlt bőfél év? Nem volt egyszerű, ugye egy elég komoly sérülésem volt. December 20-án volt a műtétem, ez Budapesten történt, utána pedig január közepétől elkezdtem a rehabilitációt Szabó Anna Mária gyógytornásszal, illetve amikor már megengedett volt, kondíciós edzéseket végeztem Szolár Gergővel. Az egész nyarat végig dolgoztam, és ha minden igaz, akkor szeptember végétől 100%-osan a csapat része lehetek. Augusztustól felkészülést el tudom kezdeni, a kontaktedzéseket pedig majd fokozatosan szépen, és szeptember végétől tudjuk majd rendesen nyomni az egész szezont remélhetőleg. Mekkora elismerés az, hogy ilyen állapotban is szerződés hosszabbított veled a klub? Nagyon nagy megtisztelés, és ezúton is köszönöm a vezetőknek, hiszen a sérülésemben is támogattak, tehát a rehabilitációtól kezdve mindenben, és szeretnék is bizonyítani, ezért is dolgoztam ennyi időt, és ezért is foglalkoztam vele, hogy szeretném minél jobb állapotba visszatérni majd szeptemberbe. Az elmúlt szezon nagyon jól sikerült a csapat számára, hát egy első részéből tudtad kivenni a részed. Most már az NB1 A csoport ismeretében, a mezőny ismeretében milyen szezonra számítasz?
Hú, hát ilyenkor még szerintem még nagyon nehéz megmondani, hogy milyen szezon, ugye még zajlanak az igazolások, még nem nincsenek, sőt szerintem sehol nincsen teljes keret. Ugye nagyjából a légiósoktól függni a szezon, mint ahogy a tavalyi szezonban is volt, de úgy gondolom, hogy ugyanúgy, mint a tavalyiban, nagyon erős bajnokságra számíthatunk. Sajtótájékoztatóval indította az új idényt a Fátum Nyíregyháza. A rendezvényen bemutatták a csapatú edzőit és új játékosait. A koncepció egy picit változott, hiszen a tavalyi csapatból maradtak 5-6-an magyarok, úgyhogy először szerettük volna a magyar keretet megerősíteni, illetve olyan fiatal, ambiciózus, motivált játékosokat idehozni, akik tényleg meghalnak a pályán, és tényleg mindent feláldoznak azért, hogy sikeres legyen a klub. Alapvetően a edzőnk Leonidas Gajtenek is teljesen ilyen szemléletben dolgozik, hiszen dolgozott nagyon sokat utánpótlás vonalon, fejlesztett fiatalokat, de van felnőtt edzői tapasztalata is természetesen, tehát ő is ebben a koncepcióban gondolkodik. A saját fiataljainkra támaszkodva, hiszen őket is hármójukat felhoztuk a felnőtt keretbe, illetve kiegészítve olyan nemzetközi válogatott tehetségekkel, illetve nemzetközi válogatott idősebb játékosokkal egy olyan elejét alkothat az a csapat, aki tényleg fel fogja szántani a pályát. A cél pedig az, hogy visszakerüljünk oda, ahova nyíregyházi női röplabdázás való az élmezőnybe, úgyhogy bízom benne, hogy a tavalyi sikertelen szezon tudjuk felettetni, és újra ott lehet a Fátum Nyíregyháza, ahol a helye van. Mennyire nehéz, vagy mennyire könnyű külföldi játékosokat találni, olyanokat, akik megfizethetőek és segítségre tudnak lenni a csapatnak? Hát ez mindig egy komoly munka, főleg amikor 6-7-8 külföldit kell hozni a csapatba, hiszen azért a játékosok fele külföldi, a másik fele magyar, a magyar szabály is ugye ad egy lehetőséget. Ez egy nagyon komplex és kemény munka, ez ugye május óta tart, amire talán most érünk a végére. Ez egy kőkemény 3 hónap volt, napi tárgyalásokkal, napi meetingekkel, callokkal, nagyon komoly munkát tett bele Leon, illetve dolgoztunk együtt nagyon sokat ezen. Mint láthatjátok, nagyon sok régióból, illetve sok országból érkeztek játékosok. Ezeket, őket összegyűrni egy csapattá, ez komoly munka, de bízom az ő szakértelmeiben és a szakmai stábban. Október második felében kezdődik a bajnokság, az picit még odébb van, lesz a saját rendezési torna, és milyen felkészülési meccseket, vagy kikkel terve felkészülési meccseket a csapat? 90%-ban elkészült a felkészülési menetrend, természetesen idén is megrendezzük a Fátum Property Kupát szeptember 16-17-én, ahol az UTE, a Békés Csaba, illetve a Maribor, szlovén Maribor fog eljönni, ugyanúgy pénzdíjas lesz, mint a tavalyi év során, illetve ezen kívül játszunk még edzőmeccseket szintúgy a Békés Csaba, illetve az UTE DVTK ellen. Ezeknek az idejéről, időpontjáról, helyszínéről pedig a honlapunkon, közösségi médiában adunk tájékoztatást a jövőben. Tehát egy új projekt kezdődött Nyíregyházán, a röplabda csapatnál. Mit látod benne vonzónak, és milyen kihívásokat lát ebben a projektben? It's a big challenge. Ez nagyon nagy kihívás volt számomra. A csapat profilja is megváltozott, hiszen próbáljuk kombinálni a saját helyi fiatal tehetségeinket és az utánpótlást úgy felfejleszteni, hogy komoly szerepük legyen a Fátum Nyíregyházában. Az a célunk, hogy ők olyan elegyet alkossanak a rutinosabb magyar játékosokkal és a légiósokkal, amely komoly teljesítményre képes. Nagyon nagy kihívás a fiatalokat az idősebbekkel összehangolni, de én úgy érzem, hogy jó helyre kerültem, és ez sikerülni fog. A csapat múltja miatt elvárás az eredményesség, viszont csapatot kell építeni. Mennyire nehéz munka ez, hogy a kettő együtt működjön? I'm in this mood and I believe it. Tudom, hogy milyen múltja van a Fátum Nyíregyházának, és megvan a tervem és módszerem arra, hogyan vezessem vissza a csapatomat arra a szintre, ahol a helye van. Nyilván ez egy teljesen más év lesz, hiszen a saját fiataljainkra támaszkodunk. Fiatal keretünk van, kevesebb idősebb játékossal dolgozunk. De nem szeptemberben vagy októberben kell megszerezni az érmeket vagy bajnokságot nyerni, hanem áprilisban, májusban. Napról napra, hétről hétre haladunk. Bízom a csapatban, mindenki azért van itt, mert úgy gondolja, hogy ezt meg tudjuk valósítani ebben az összetételben. Egy profi csapatnál bármely sportágban megszokott, hogy nyáron kísérülik a keret. Talán az elmúlt években nem is volt ilyen játékos mozgás, nem sok ideje készültök még együtt, de mégis milyenek az első benyomások? Az első benyomás egyébként abszolút pozitív, mindenki nagyon kedves, és még egyelőre visszafogott, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy bontakoznak ki majd a lányok a későbbiekben. Nagyon sok a fiatal játékos, rutinos játékosként gondolom egyfajta mentor szerep is hárul majd rád, hogyan kezeled ezt? Alapjáraton egyébként egy lyukanyó típusnak vallom magam, én nagyon szeretek egyébként így a szárnyom alá venni embereket, ha nem is technikai részben, hanem mondjuk mentálisan vagy lelkileg esetleg így tudok segíteni nekik, akkor én már nagyon boldog vagyok.
az elmúlt években minden szinten az aranyéren volt, azért most egy picit változtak az elvárások, könnyebbséget jelentett ez esetleg, hogy nem lesz akkor a nyomás? Abszolút, bár mondjuk a profi sporthoz hozzátartozik az is, hogy nyomás alatt kell teljesítenünk. Én örülök egyébként, hogy így fiatalodott a keret, illetve annak is nagyon örülök, hogy a juniorok közül ki tudtunk emelni 3 játékost. Abszolút beleillenek egyébként a csapatképbe, úgyhogy én bízom bennük, hogy minél több rutint át tudnak majd venni az idősebb játékosoktól, illetve az ő fiatalságuk szerintem szükséges lesz így a csapat szintéhez is. A rivális csapatoknál történt változások tükrében milyen bajnokságra számítasz? Nagyon kiegyenlítődött ugye az utóbbi időszakban, illetve most sem lesz szerintem ez másképpen, úgyhogy hát nyilván sokat fog számítani az, hogy ki hogy készül fel a alapozáskor, illetve nyilván majd az edzőmérkőzésekkel tudunk majd egy tisztább képet kapni. Augusztus 1-én elkezdte a felkészülést a nyíregyházi kosársuli. Az NKS egy 45 fős balatoni edzőtáborra hangolt az új szezonra. A balatoni edzőtábor az ugye elsősorban egy ilyen ráhangolódás volt, tehát is igazából nem voltak kemény edzések, csak ilyen lájtosan próbáltuk belevezetni. Ott 45-en voltunk, tehát ott is szép számba vettek részt a gyerekek. Olyan problémákat próbálunk nekik szervezni, amit itt ugye nem tudunk megoldani, tehát voltunk egyetmászni, számháborúztunk, boboztunk, sárkányhajóztunk, ami óriási élmény volt mindannyiunk számára, főleg úgy, hogy a hajót mindenkinek kellett kicipelni is. Tehát itt aztán egyértelműen látszott, hogy ki bír és ki nem bír megcsinálni. Tehát is igazából sokat fürödtek a lányok, a vízparton rengeteg olyan feladat volt, amit ilyen csapatépítő jellegű volt. Tehát szenzációsan éreztük magunkat. Hazajöttünk, egy icike-picikét pihentük, aztán kezdjük újra az évet. Kemény munkáról viszont most már gondolom lesz szó. Milyen beosztással használják a korosztályos csapatok a csarnokot? Napi 2 edzéssel dolgoznak a lányok. A délelőtt és délutáni megosztásban külön edzenek a serdülő kadettek, és külön a junior NB1, mert ugye azt nem tudjuk ketté választani. A közös időszakban a nagyobbaknak ugye ebéd után ők hazamennek, jól érzik magukat, pihengetnek. A kisebbek ugye az utazások távolsága miatt és a szülői felügyelet miatt, ők itt maradnak bent egy egész napra. Ők ugyanúgy kártyázással, különböző társasjátékokkal töltik az időt még most, de gondolom én, hogy haladunk előre az időben, egyre fáradtabbak lesznek, és örülnek, hogy egy kicsikét lefeküdhetnek és jól érezhetik magukat. Tehát ez egy 3 héten keresztül, ez körülbelül ebben a rendszerben dolgozunk, és majd valamikor 4.-5. héten érkezünk el oda, hogy valami edzőmérkőzés férékbe is bekapcsolódhatunk, de ugye az meg kell lenni a kellő edzésszámnak, akinek nincs meg a kellő edzésszáma, sajnos nem játszott mérkőzést, mert ugye nagyon fontos az, hogy játékosaink azok a bajnokságra olyan állapotban legyenek, hogy sérülésmentesen tudjunk neki vágni ennek az egésznek. Minden korosztályos csapat egyformán fontos, de van-e kiemelt korosztály? A junior az, akinek szerintem még mindig a legnagyobb esélye van arra, hogy a kiemelt bajnokságban játszon, tehát ugye ők azok, akik azért évek óta együtt dolgoznak, ők azok, akik azért az előző években is mindig ott voltak ebben. Reménykedünk abban, hogy ebben az évben már a serdülőinknek is sikerül ezt a kiemelt bajnokságba bejutást kiharcolniuk, ugye ami nem egyszerű, mert aránylag rossz pozícióban indulunk, és hogy innen földolgozni magát elég nehézkes. A kadettjeink azért fiatal kadettek, tehát tudjuk elsősorban az az elvárás, hogy ebben az évben megerősödjenek, és esetleg a következő évben már, mivel mikor felső korosztályos kadettek lesznek, akkor nekik is sikerüljön olyan eredményt elérni, ami esetleg azt jelenti, hogy akár kiemelt bajnokságot is fognak tudni játszani. Tehát elsősorban szerintem junior és a serdülő az, akinek hamarabb sikerül bármit elérni. Na és persze, úgy gondolom, egy olyan ütőképes NB1-ünk lesz ebbe az évben, ami szerintem, hogyha nincs benne sérülés, és nincs benne semmi olyan komoly vírus, vagy tudom én bármilyen probléma, akkor akár dobogó esélyes is lehet. Egy csapat számára mindig elismerés, ha van válogatott játékos. Azt hiszem nem túl gyakori, hogy egy NB1 zöld csoportban szereplő csapatnak van egy korosztályos válogatottja, aki világbajnokságon képviselte mégpedig alapemberként a magyar válogatottot, most pedig az EB-re készül, Dobó Lilláról van szó. Igen, ugye itt mi ezt mindig végighallgatjuk, mint kis egyesület, hogy hát ugye ezekben az egyesületben nem kell itt maradni, mert itt nem kaphatnak a gyerekek olyan képzést, itt ugye kevés a játékos, meg stb.
stb. És ezek után ott van, hogy azért egy olyan játékost sikerült itt az évek alatt felkészítenünk a versenyekre, aki nem, hogy az U17-es VB-n szerepelt, és ugye ott azért kulcs szerepet játszott, mert nagyon sok játékperce volt, tehát 20 perc felett átlagolt, ami az én úgy gondolom, hogy nem kevés, hanem ugye most megtörtént az a, nem azt mondom, csoda, de mondhatjuk az is csoda, hogy visszahívták az U18-ba is, ami valamilyen szinten egy óriási öröm számunkra, egy óriási öröm, hogy ilyen tehetséges játékosok nevelkednek a kezünk alatt, de valamilyen szinten a gyereknek ez megterhelő is. Tehát ugye lassan 2 hónapja folyamatosan edz, ami azért mentálisan és fizikálisan is azért komoly erőfeszítéseket igényel tőle, de büszkék vagyunk rá, örülünk neki, hogy sikerült végül ezt az eredményt elérnie. És hozzáteszem, hogy volt egy másik játékosunk, a Mátyás Eszter, aki a B33-ban, az utolsó pillanatban nem került be a 4-be, de még amikor az 5 volt, ott még az 5-be is benne volt. Én úgy gondolom, hogy büszkék vagyunk játékosainkra, kicsikre, nagyokra, szülőkre, felnőttekre, mindenkire. Tehát dolgozunk, ahogy az erőnkből telik, és meglátjuk, hogy a végén ez mire lesz elég. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!